Köszöntöm nézőinket! A minap egy riportban Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere azt mondta, az egyik legnagyobb siker, hogy a város pénzügyi stabilitását sikerült elérni. Innen indulunk a mai beszélgetésünkről, köszöntöm polgármester úr, és egy picit értékeljük az elmúlt évet, és nézzünk a jövő év elejére, vagy a jövő évre rá. Mit jelent a pénzügyi stabilitás elérése? A jelenlegi eredményeinket azt gondolom, azt tükrözi legjobban, hogy 2019 ehhez visszakanyarodva azokat az állapotokat és 2020 első fél évét nem kívánom senkinek. Amikor a szállítóinkat nem tudtuk határidőre kifizetni, a 200 millió forintos folyószámla hitelünk szinte ki volt merítve már az első fél évre. Nyilván nagyon nagy teher volt, hogy a harmadik negyed év végén ennek kétharmadát vissza is kellett fizetni. De akkor már láttuk, hogyha újra gondoljuk a gazdálkodásunkat és megtesszük azokat az intézkedéseket, és nyilván ezt másképp nem lehetett tenni, mint a pénzügyi iroda vezető személyben egy olyan embert kellett idehoznom, akivel maximálisan megbízok, és hasonló gondolatok mentén látja a mindennapokat, mint ahogy én, és közösen tudjuk együtt tervezni a jövőt, hiszen pénzügyileg nagyon nehéz a jövőt tervezni. Több százmillió forintos hosszú lejáratú hitelünk volt, 200 millió forint volt a folyószámla hitelünk, és 100 millió forint szállítói tartozásunk volt. Ezeket az összegeket, mind a folyószáma, mind a szállítói állomány sikerült 2020 év végére leküzdenünk. 2021-re már úgy tudtunk fordulni, hogy napra készek voltunk, és mindig fizetési határidőre tudtunk fizetni. Természetesen az adósságszolgálatnak hosszú lejáratú hiteleknél is mindig időben eleget tudtunk tenni. 2021 ugyan nem az áttörés éve volt, sem Dombaváron, sem máshol Magyarországon, hiszen a pandémia olyan nyomokat hagyott az emberekben, a társadalomban és egy nyilván város életében is, ami egy új kihívás volt, és szembe kellett, hogy nézzünk vele. Mindezek ellenére úgy tudjuk zárni az évet, hogy a legutóbbi ülésünkön, vagy a felvezetőben is hangzott, arról döntöttünk, hogy a folyószámla hitelkeretünket 2022-ben felére csökkentjük, és már csak egy 100 millió forintos biztonsági keretet kérünk engedélyezni a számlavezető pénzintézettől. Ami ennél még sokkal fontosabb, amikor ezt az interjút adom, akkor elmondhatom azt, hogy ebben az évben még egy forintot nem vettünk ebből igénybe. És azt hiszem, hogy ez az a visszacsatolás, amely alátámasztja azt, hogy racionálisan, előrelátóan, megfontoltan gazdálkodtunk, és mindezt ezt tette lehetővé. Nyilván hiszem, hogy 2022-ben is tudjuk tartani ezt a tempót, és ugyanígy tudunk a pénzügyekkel okosan gazdálkodni, mint hogy ezt tettük az elmúlt két évben is. Egy megerősödött pénzügyi stabilitás másféle tervezést is enged. Ez a megerősödött pénzügyi stabilitás egy kicsikét csalfa, hiszen a szabadon felhasználható források összege nem nőtt, csak fizetőképességünk javult nagy mértékben, és a napi kihívásoknak tudunk eleget tenni. Ma nem okoz problémát, ha 500 ezer forintért valami elromlik, meg tudjuk rendelni, meg tudjuk javítani, tudunk új eszközt beszerezni. Azt gondolom, hogy ennek még a fejlesztéshez, fejlődéshez pont semmi köze nincs, a mindennapi gondok szűntek meg. Természetesen ilyenkor az ember felszabadultabb, meg könnyebbül, ami teremt egy olyan légkört, amikor nyugodt környezetben, nyugodt periódusban lehet tervezni, és lehet a jövőt szőni, és itt jönnek előre azok a gondolatok, amelyek mentén elkezdtük tematikusan tervezni a jövőnket. Nyilván a múltat le kell lezárnunk, a múltba visszanyúlóan van még három olyan pályázati forrás, amely 2018-19-ből örökségként jött ránk. Ez három szegregált területet érintő fejlesztés. Ezek eleve igen hányavetett életet, viszonylag rossz előkészített pályázatok voltak. Ezeket többlet támogatás bevonása nélkül meg se tudtuk volna valósítani. Az utolsónak a megvalósításába fogunk belekezdeni a közeljövőbe, és 2022-ben ez a fejlesztés is el fog készülni. Nyilván ennél sokkal fontosabb, hogy már 2021-ben tudtunk beadni új pályázatokat, amelynek mentén elindulhatott a József Attila Általános Iskolának az energetikai felújítása, és ennél sokkal fontosabb, hogy egy átfogó vízrendezési projektet is sikerült elnyernünk Ady utca és Fő utca tekintetében. Ez három szakaszt érint, keresztülszeli gyakorlatilag az egész várost. Erre pillanatnyilag 1,2 milliárd forint áll Dombóvár rendelkezésére. Jelen pillanatban a közbeszerzése folyik a tervezőknek, a héten pénteken testületülésen fog megtörténni az eredményhirdetés, ami azt jelenti, hogy 2022 tavaszán, nyár elején megindulhatnak ezek a munkálatok,
és megítélésem szerint év végére be is fognak fejeződni. Két projektről folyamatosan beszélgettünk az év folyamán. Az egyik egy sportkomplexum megépítésének lehetősége, a másik a mentőállomás átépítésének lehetősége. Ezek hogy állnak most? A mentőállomás tekintetében el tudom mondani, hogy az engedélytervek megvannak, hatósági engedélyeztetési eljárás lebonyolódott, kiviteli tervek készítése van folyamatban. Nyilván ez azt jelenti, hogy jövő tavasszal alapkőletétel megtörténhet, és megindult a beruházás. Sportcentrum tekintetében is nagyon sokat léptünk előre, hiszen a tervező közbeszerzést is megtörtént, kiválasztottuk a tervezőt, a bontási tervek elkészültek, az engedélyes terveket még ebben az évben készhez fogjuk kapni, a kiviteli tervek el fognak készülni jövő év áprilisára. Ami azt jelenti, hogy 2022 nyarán, kora őszén elindult ez a beruházás is, természetesen kormányzati támogatással, hiszen az előkészítés is egy egyedi kormányzati határozat mentén született meg. Nyilván nagyon fontos, hogy a térségi sportcentrum gazdaságilag kiemelt projekt, ezért azokat a hatásköröket, azokat az időpontokat vagy időintervallumokat sikerült leküzdeni mindenhol 8 napra, tehát azt mondom, hogy hatósági ügyintézés felgyorsult. Természetesen az, hogy a BMSK-val együttműködve követjük el konzorciumba ezt a projektet, ez minden esetben az ő együttműködésüket jelenti. Itt 15-30 napokkal az átlagnál több időt veszne egy igénybe egy-egy tervnek az engedélyeztetés elfogadása, de azt gondolom, hogy több szem többet lát, és nagyon örülök, hogy van egy konzorciumi partnerünk, akik egyébként a terv ellenőri feladatokat is ellátják, tehát az ő jóvágyásukat követően indulhat majd a kivitelezőnek a kiválasztása is. Kezdődik egy új pályázati ciklus, amire terveket kell nyilván előre elkészíteni ahhoz, hogy adott esetben majd a város sikeresen tudjon pályázni. Hol tart most a folyamat a városban? Szeptember közepén döntöttünk arra, hogy a fenntartható város stratégiánkat elkészítjük, erre kiválasztottuk az erre alkalmas céget. Nyilván nagyon fontos, hogy a megyei közülés elfogadta Tolna megye integrált területe fejlesztési programját, és ami ennél sokkal fontosabb, hogy látjuk azokat a pénzügyi kereteket, amelyeket a fenntartható városok felhasználhatnak az elkövetkező időszakban. Sőt, azt is mondom, és bizakodó vagyok, hiszen az elmúlt időszakban is 27 millió forintot lehetett látni a ciklus elején, és 45 milliárd forint került felhasználásra Tolna megyében. Ma eleve úgy indult Tolna megye, hogy 45 milliárd forint áll rendelkezésre, és ebből a hat város részére egy nagyon komoly összeg került elkülönítésre. Nagyon fontos, hogy ma, amit látok, az elkövetkező időszakban 7 milliárd forintot tudunk Dombváron elkölteni a fenntartható városok fejlesztési projektben. Hiszem, hogyha az előző ciklusnak a növekményének csak a fele teljesül, ez az összeg elérheti a 10 milliárd forintot is. 10 milliárd forintból Dombováron már nagyobb léptékű infrastruktúrális fejlesztéseket is el lehet követni. Konkrét fejlesztésekről nem szívesen adnék még számot, hiszen most készül az a program, az a stratégia. Mozajlik a lakosságnak a szondáztatása, hogy igazán a dombváriak mit is szeretnének. Nagyjából a februári vagy márciusi ülésünkre fognak a konkrét projektötletek elkészülni, és azoknak indulhat meg a tervezése. De milyen irányok vannak? Alapvetően Dombaváron az ifjúság a legfontosabb, és a gyerekekért szeretnénk mindent megtenni. Nyilván ennek mellém, de említettem, zajlik éppen a Zsilp Attila általános iskolai energetikai felújítása. Menet közben zajlik egy 100 millió forintos felújítása a bölcsődében, hogy tudjunk csoportot bővíteni. Azt gondolom, hogy a köznevelési, közoktatási intézményeinket szeretnénk mindenféleképpen rendbe tenni. Nyilván azt is látjuk, hogy a demográfiai hullám, és nyilván a fiatalok helyben maradásáért mindent el kell követnünk, ezért három új utca nyitásáról döntött a testület, amelynek az előkészítési munkái már el is indultak. Nagyon szeretnénk, hogyha a Szigeterdő méltó körülményeket biztosítani az ide látogatóknak, hiszen azon túlmenne, hogy Gunarasról beszélünk és Gunaras gyógyvíz lett, igazán turisztikai attrakcióval az ide látogatókat nem tudjuk fogadni, és remélem, hogy a Szigeterdőben sikerült kialakítanunk egy olyan milliót, egy olyan környezetet, ahol a turisták jól érzik magukat, és akár itt töltenek napokat is, hiszen hogyha a Kossuth-szobor csoportot sikerül eredeti állapotában összeraknunk, felújítanunk, sikerülne építenünk egy szabadtéri színpadot, tehát remélem, hogy ezek a tervek is meg tudnak majd valósulni. Mindig azt szoktam mondani, hogy
egy település életében három nagyon fontos dolog van, az út, a járda és a csapadékvízelvezetők. Dombováron nagyon nagy hiányosságok vannak mind három tekintetben, ezért szeretnénk egy átfogó járda, út és csapadékvízelvezető rekonstrukcióba fogni. Nyilván, hogy ebből a forrásban, ami rendelkezésünkre áll, meddig jutunk, ezt nem tudom elmondani, hiszen mindenki láthatja, hogy az építőiparban az árak elszabadultak. Nyilván minden jelenleg futó projektünknél is küzdünk ezzel, és nem minden esetben csak az okoz problémát, hogy tudunk-e forrást biztosítani, hanem az, hogy be tudjuk-e szerezni ezt az építőanyagot, vagy sem. A város pozitív irányú elmozdulását hogy tükrözte vissza a város lakossága? Egy picit újra gondoltuk az együttműködést a várossal, és nyilván ennek mentén civil tanácsot újra gondoltuk, a civil szervezeteket egy védernyő alá tereltük, ugyanezt elkövettük a sportszervezeteknél is, létrehoztuk a sporttanácsot, amely tömöríti a város civil és sportegyesületeit. Nagyon fontos, hogy minden évben a város biztosít a civilek és a sportolók részére is egy keretösszeget. Ezt a keretösszeget mindkét tekintetben sikerült 50%-kal megemelnünk, és ami ennél sokkal fontosabb, hogy ennek a felhasználásáról 2021-ben már a civil tanács, illetve a sporttanács döntött, és az ő döntéseik alapján jutottak civilénk és sportszervezeteink támogatáshoz. Megítélésem szerint ez az alulrévő kezdeményezéseknek, a civilek szerepvállásának egy olyan típusú kiteljesülése Dombováron, ami már régóta váratott magára, de a társadalmasítása viszonylag nagyon egyszerűen megtörtént, hiszen az emberek látták, hogy a saját ügyeikben ők dönthetnek. A gazdasági szféra mindig meghatározó volt Dombovár életében. Hogy látja, megvannak a lehetőségek a további fejlődésre, és mi az, ami nagyon kéne még ahhoz, hogy ezeket a lépéseket meg lehessen tenni? Nyilván egy 6 hektáros ipari területünk ki van jelölve, ennek az infrastruktúrális fejlesztésére is nyertünk az elmúlt időszakban 200 millió forintot. Ennek a tervezése jelenleg zajlik. Előre láthatóan ennek az ipari parknak az infrastruktúrális fejlesztése jövőben el fog készülni. Nyilván felvezető mondataimban is lehet érzékelni, hogy alapvetően új munkahelyek teremtésére, illetve új vállalkozások létrehozására próbáljuk ösztönözni helyieket, és nyilván szeretettel várunk mindenkit, akár vidékről is. Az iparterületből 2 hektár értékesítése már megtörtént, tehát ezek azért örömteli hírek, hiszen nagy valószínűséggel, hogyha az általunk tervezett fejlesztések megvalósulnak, megindulhat az építkezés és létrejöhetnek Dombováron új üzemek. Alapvetően továbbra is nagyon nagy kihívás, és azt gondolom, hogy találunk rá egy megoldást és keressük, hogy a 2019-20-ra átmenőleg Dombovárig legnagyobb foglalkoztatója a Rutin Kft. Megszüntette működését Dombováron, egy nagyon nagy üzem telep állít ki használatlanul, és hiszem, hogy ez is meg fog töltődni tartalommal. Mind ahogy már mondtam, és nyilván mindenki érzi a bőrén a pandémiát, de ebben a helyzetben azok a települések, mint Dombovár is, aki eleve hátrányba indult, ebből a hátrányból nagyon nehéz előre haladni, türelem kell hozzá, kitartás, és kell örülni minden centiméternek. Az M9-es út megépülésének problémája mennyire vág mélyen a húsba? A meg nem épülése okozna problémát, ha megépülni, az örömteli lenne mindenki részére. Nyilván a kérdést értettem, de próbáltam rá úgy válaszolni, hogy én is jól jöjjek ki belőle. Tehát nagyon örülnénk az M9-esnek, de őszintén még mondom, nem látom pillanatnyilag realitását, hiszen egy politikai vita keveredett belőle, de hiszem, hogy 2022-es választások után eldől a sorsunk, és én továbbra is ragaszkodom, és örülök neki, hogy több megyében hasonló gondolattal bírunk Bács-Kiskuntól Tolnáig és Somogy irányába, hogy a helyes út az a Szekszárd-Bonyhád-Dombovár-Kaposvár lenne. És nyilván, hogyha ez egy gyorsforgalmi út lenne, és csak az 67-est elérnénk, Dombovár számára is nagyon nagy kitörési pont lenne már. Mennyiben sikerült a város szociális szféráját segíteni a munkában, hiszen pont a Covid miatt erősödött meg az ő támogatási igényük, és nem feltétlenül csak a pénzügyekben, hanem akár erkölcsileg is. Mindig mindenre próbálunk választ találni, és azt gondolom, hogy a szociális kerekasztal megerősítése és annak tartalma való megtöltése nagyon fontos volt,
hiszen azok a szakemberek, akik a szociális szférában vannak, azok tudnak a felmerülő kérdésekre helyes választ adni. Tekintettel, hogy az idős ellátást 2020. januárjától a bentlakásosat a Máltai Szeretetszolgálat átvette, és nagyon jó kezekbe került. Ezt nem én mondom, ezt az ott lakók, hiszen többször volt szerencsém bemenni, köszönteni őket 80-90. Születésnapjuk alkalmában. Hála Isten, sokan vannak, akik betöltik még a 90. életévüket is. A másik oldalon nyilván a házi segítségnyújtás, családsegítés is fokozott figyelmet igényelt az elmúlt időszakban, hiszen azért ez a home office, online tanulás mentén az ellátó rendszerből sajnos kikerültek azok az emberek, akik nap mint nap figyelmet igényeltek volna. Ezért szeretném megköszönni kollégáimnak azt az áldozatos munkát, amellyel fent tudták tartani azt a színvonalat, amit az előző években megteremtettek. Teljesen új volt ez is mindenki számára, de én úgy ítélem meg, és többször egyeztettem az intézmény vezetővel, sikeresen megugrottuk ezt a kihívást is. Jövő évben ilyenkor mikor lenne elégedett? Hát, hogy mivel lennék elégedett, ezt tudom, hogy mikor, azt most nem tudnám megmondani, de azt, hogy mivel elkészülne az új mentőállomás, elkészülne a csapadékvizes projektünk, épülnének csarnokok az ipari parkban, és legalább két iskolánk felújítása folyamatban lenne, akkor már nagyon elégedett lennék. Jó munkát kívánok mindenhez, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.